Kedves nézőink, az Ajkai Napok keretében nyílt meg Zajász Tamás bőrműves iparművész kiállítása a Szabadidő Központ kiállító termében pénteken. A megnyitón mi is ott jártunk. Most a vágyak házában kóbor kutyák, ábrándok oltárán gazdátlan szukák, vonyítják, hogy ez a szerelem egy kis halál. Ó, csak nyina jönne már. Utáltam és szerettem, az lett megírva, hogy elveszem. Ez a szív ott a porban, az egyetlen. Láttam magamat a szemedben. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Egy visszatérő alkotót köszönhetünk körünkben Zajász Tamás bőrműves iparművész személyébe, aki már harmadik alkalommal mutatja bőrből készült munkáit az ajkai közönségnek. Hogy kinek is köszönhetjük, hogy ő ide eljött hozzánk, Horváth Ritának, aki maga is sikeres bőrműves tábor szervező évek óta már nálunk, úgyhogy ezúton is köszönjük neki. Majd 2011 után az idén tavaszi zsongás címmel tárja elénk legfrissebb alkotásait. Az általa kitalált és megalkotott új iparművészeti műfaj, a bőrkép, 1980 óta létezik. De kezdjük az elejétől, mondhatnám a kályhától, ugyanis Zajász Tamás 1952-ben Nyíregyházán született, majd Sárospatakon cseperedett a nagyapa cserépkályha manufaktúrájának bűvkörében. Gyermekként szülei hatására a kézművességet tisztelő és szerető emberré vált. A bőr, mint alapanyag, főiskolás korában került hozzá közel, majd vált egy életre alkotó munkájának meghatározójává. Egyedi bőr megmunkálási eljárása az Országos Találmányi Hivatal szabadalmi oltalma alatt áll. Ezen az egyedülálló technikán alapulnak a bőrképből kiindulva további zajáci műfajok, mint a szenzációs testplasztika, a bőrfestmény és a bőrportré. A kiállításunkon valamennyi képviselteti magát. Zajász Tamás a 70-es években kezdte el kikísérletezni ezt a különleges ragasztóanyagot, melyhez az ihletet egy velencei utazás adta. Erről szeretném, hogyha néhány szót ő mondana. Valóban így van. Azt megelőzően kimondottan vastag bőrökkel dolgoztam, az akkori rusztikus lakásbelsőkhöz vastag talapbőrből készült, nehéz megjelenési tárgyakat csináltam, de már kezdtem kicsit unni, hogy mindig minden barna, meg ilyen erőteljes, és a vékony bőrök, a finom bőrök irányába keresgéltem. Valóban Velencében jártunk egy alkalommal, a Dózse palotában megcsodáltuk a középkornak a csodás fal domborműveit, és kicsit utána néztem, aztán találtam nagyon régi irodalmat a Kordova városában annó működött úgynevezett kordoványosokról, a vékony bőrök mestereiről, akik oly módon készítették ezeket a kárpit helyett használt fali domborműveket, hogy egy deszka felületben mintát faragtak, abba beletuszkolták a felpuhított vékony bőrt, és a mélyedést kiöntötték viasszal.
Innentől kezdve az egy formatartó domború felületé vált, amit utólag lehetett színezgetni, festeni, és ilyen kazettaszerűen a nemesebb házak belső falait díszítették tapéta és hengerelt faldísz helyett. Úgyhogy ezen elgondolkodva próbálkoztam itthon, hogy hogy lehetne az általam megdomborított felületeket biztosítani. Hát a viasz nem volt már nagyon alkalmas erre, hiszen egyrészt elzsírosodik, folyékonyá válik, melegtől megpuhult, tehát sok gond vele, és ahol én lakom, akkor gyönyörű nevű Leninvárosban volt egy festőgyár, és az ott dolgozó barátaimmal elkezdtünk kutyúgatni ilyen festékeket, ragasztókat. Aztán rátaláltunk egy olyan összetevőre, amivel a bőrt húsoldalról megkenve formázhatóvá válik egy darabig, és amilyen alakra formára rákényszerítem, aztán megszárad, és formatartóvá válik. Na, ennek alapján indult ez a kísérletezgetés, ennek aztán sokféle változata kialakult, de végül is ennek a úgymond találmánynak vagy alkalmazásnak a lényege ez a ragasztási technika. Ezzel lehet elérni, hogy a síkbőrök, ha még nagyon vékonyak is, utána formatartóvá válnak. Tehát itt, ha végig mennek bármelyik képen, valamilyen domborulatot találnak, és azért alkalmas ez a műfaj arra is, hogy időnként a kiállításaimra vakembereket vagy nagyon gyengén látokat is meghívok, ők képesek a tenyerükkel is ezt kitapogatni és nagyon élvezik, mert különben is szeretjük a bőrt simogatni, persze főleg az élő bőröket, az én esetemben a gyerekek és a női bőrök, amik közel állnak hozzá, de nyilván mindenki a tapintással, az érintéssel tudja valójában az érzését is kifejezni. De hát nem érintünk és nem simogatunk eleget, pedig azt mondják, hogy mindenkinek minden napra legalább 8 ölelésre vagy simogatásra volna szüksége. De térjünk vissza a bőrökhez, de a tapintásra még lesz szó később is. Köszönöm szépen! Tamás először az új technológiát természeti képeinél alkalmazta, ahol a faágak finom formáit alakította bőrplasztikává, majd az emberi test szépségét örökítette meg egy új bőrben. Legújabb újításával fotokémiai úton fényképeket tud átültetni a bőr pórusai közé, majd kézzel ad hozzá egyedi formát és struktúrát, így készül a bőrportré. 1980-ban lépett először alkotásaival a nagy közönség elé, azóta rendszeresen kiállít hazai és külföldi galériákban, részt vesz nemzetközi képző és iparművészeti bemutatókon. Termékeny alkotói munkáját igazolja, hogy egyenesen Kazincz Barcikáról érkezett hozzánk, ahol tegnap nyílt műveiből egy kiállítás. Szívesen és sikeresen vesz részt egy-egy művészeti pályázaton is, mint egy próbára téve alkotói vénáját, tehetségét, az anyagban és a technikában rejlő további megoldásokat, lehetőségeket kutatva. Alkotásai megtalálhatók középületekben, szállodákban, üzlet- és irodaházakban, Tiszaújvárosban él és dolgozik is. Vezetésével ott működik a Bőrárt Bőrművészeti Kft. És az Ártér Galéria, melyben legújabb alkotásait mutatja be. Munkásságát Tiszaújváros Pro Urbe címmel ismerte el, 2006-ban a Debreceni Holló Alapítvány Holló László díjjal tüntette ki, 2013-ban pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megye Prima díjas képzőművész kitüntető címet kapta meg. Zajácz Tamás igazi alkotó, aki gondolatait, érzéseit egy ősidőkben felfedezett természetes anyag egyedi megmunkálásával, sajátos feldolgozásával közvetíti felénk. Bebújtattál engemet talpig nehéz hűségbe. Don, 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 nana, don, don, nana, 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 don. Don, 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 nana, don, don.
szól, a szellő szól, a víz, elpirulsz, ha megérted. Szól a szem és szól a szív, folyamodnak, te érted. Szeretlek téged, tedd könnyű.